Az első előadónk Kovács Dániel lesz, ő, aki művészettörténész, valószínűleg nagyon sokan ismeritek is, a Magyar Építészeti Múzeum és műemlékvédelmi Védelmi Dokumentációs, Központ munkatársa, a Sosem volt Budapest című kiállítás kurátora. Előadásában a 2020-ban elhunyt Nagy Tamás építész hagyatékával foglalkozik, az abból előkerült kevésbé ismert 1970-es évekbeli munkákra fókuszálva. Úgyhogy Dani, kérlek, fáradj ide a színpadra és remélem, hogy működni fog, ha nem, akkor fogunk kérni egy ötvertes technikai szünetet, bocsi. Semmi baj, addig is tudok beszélni. Nagy Tamást a legtöbben szerintem ezekről a házakról, illetve ezzel az arccal ismerjük és ismertük. Ö, számomra ezért volt nagy ö, releváció, reveláció, reveláció. Amikor 2020-ban bekerült a hagyatéka a MAME mdk ba és abból előkerült egy doboz, ami a fiatalkori 70-es évekbeli munkáit tartalmazza. Ez egy olyan nagy Tamás mutatott meg nekem, és egy olyan 60-es években engedett be pillantást, amiről korábban nem is gondoltam, hogy létezik, és sokkal izgalmasabb, mint valaha tudtam volna képzelni. Az itt előkerült munkák közül az első és az egyetlen, amit eddig be tudtunk mutatni, az a Magyar Rádió Ifjúsági Klubjához készült ö, terv ö, csomag volt, ami szerepelt a Sosem volt Budapest kiállításon, ebből itt három képet mutatok meg. Ugye ennek a, a, a túl azon, hogy a, az íbülféle Károlyi Palotának a, a múzeumi utcai alaksorát beépítette Tamás, erre egyébként kiviteli megbízás is készült, de nyilván nem valósult meg. Ennek az igazán nagy gegje az a bejárati ajtó volt, amit ugye úgy alakított ki, mintha egy félig le húzott cipzár lenne, és a cipzárnak a fityegője alatt, aminek nem tudom, hogy mi a szakneve, nyílt az, az ajtó, tehát ott, ott rejtőzött a zár. És az MR Klub, az nyilván a Magyar rádióklub, de hogy valójában a Mister Klub megnevezést is magába rejtheti, ami azért 1976 körül, ez egy elég izgalmas megoldás volt. Hogy honnan ismerjük, vagy honnan tudtam azonosítani ezeknek a munkáknak a többségét? Hát 78-ban Nagy Tamás jelentkezett a Mesteriskolába, amit akkor féknek hívtak, fiatal építészek körének, és ez a jelentkezési lapja, ő maga ott rajzol a jobb alsó sarokban, tehát ez egy, ez egy táblára rajzolt, oszlopokba rendezett munkasor, ez, ezt adta be jelentkezésként, és ezekből a rajzokból több is előkerült, ebbe az egyébként elő, eléggé kaotikus dobozban. Egyrészt a Magyar Rádiónak a tervei, amik sárgával vannak bekeretezve, másrészt pedig pirossal bekeretezve még fogok tudni mutatni néhányat, és aztán a mesteriskolás időszakból is mutatok majd néhány tervet. Ugye az, a, a, az első pirossal bekeretezett, amit mutatni tudok, az a Kiskörösi Szabadidőközpont, ami eredetileg egy Ekler számára érkezett megbízás volt. Ekler akkor műegyetemista volt, és tervezett egy, egy játszóteret, és ennek kapcsán jutott el hozzá a Kiskörösi Kommunista ifjúsági Szövetség, tehát KISZ, hogy tervezne nekik egy szabadidőparkot. A, ez a szabadidőpark, mint olyan, ez ismeretlen volt akkor itt Magyarországon, Ö, Ebbe a munkába később kapcsolódott be Nagy Tamás. Azt lehetett látni az előző képen is, hogy ez egy alapvetően strukturalista építmény, különféle lelátók néznek különböző irányokba, pályákra, játszóterekre, és a lelátók alá vannak betervezve az öltözők, a, a különféle ö, egyéb funkciók. Ö, ez egyébként megépült, de tudom, már sosem vették használatba. Ami nem épült meg, az a nagy Tamásnak az Iványi Lászlóval közösen készített otthonáruház bővítése. Ennek a helyén majd irodaház áll a Rákóczi úton. Ez egy, ez egy szép nagy igazi 70-es évekbeli áruházépület lett volna. A következő képen azt fog látszani, hogy, hogy, hogy erősen tanult a korszak ö, régiós áruházépítészetéből. Ugye itt bal alul a cseh építész építésziroda által tervezett prágai máj áruház képét raktam be, és ott látszik azon a látványterven, hogy ezt a, ezt a finom ö, ívet a ház tetején ezt valószínűleg onnan vette. Szintén szerepel a, a mesteriskolás felvételi rajzon, ö, azt hiszem. Nagy Tamásnak az első megépült munkája, amit én egyáltalán nem ismertem, mielőtt ez a kezembe került volna, ez egy, ez egy importtársaság számára készült irodaház, szintén Iványi Lászlóval tervezte. Az én megérzésem szerint ez sokkal inkább az olasz racionalizmus hatását mutatja, amiről egyébként Tamás beszél is egy, egy interjúban. És ez a háza mai napig áll egyébként a, a Bartók Béla út ö, ö, külső szakaszán, hát leszigetelve és nyílászáró cserével, de megvan. Ugye ez a ház sem az, amiről az amire nagy Tamás jutna eszébe, de hát ez egy nagy Tamás ház. És akkor most jönnek a vicces dolgok. Ez a szovjet tábornokok számára készült ház, ami kívülről a homlokzaton jelzi a rangjelzést is, hogy kinek hány csillag van. Tehát ahány rangjelzés van, az mindig egy lakás, és mögötte egy annyi rangjelzésű tábornok lakik. 12 lakás van. Ugye flexibilisan tervezi meg a homlokzatot, tehát hogyha valaki több rangjelzést kap, akkor kicserélhető, a, a, tehát berakható még csillag. Ugye említettem az előbb, hogy tanult Csehszlovákiából, Amerikából is tanult, ez az ő könyve, ami neki megvolt, és hogy látszik, hogy a hátsó buritón egy olyan ház látható, ami egy szászlót mintáz. Feltételezem, hogy innen jött az ötlet egyébként a szovjet tábornokok házához is. És akkor itt van egy kis, kis részletrajz, ahol látszik, hogy cserélhető az a, az a sávos elem, tehát oda be lehet rakni egy csillagot, és hogy ő eljátszott egyébként a sarlókalapáccsal is, meg, a, meg mindes, minden másfajta rangjelzésekkel. Na most gondoljátok el, hogyha megépül egy ilyen ház 78-79-ben, az mekkora, mekkora poé lett volna Magyarországon, és hogy ugyanebből a csomagból előkerült egy még egy pár rajz, ami megint csak egy, egy, annyira más nagy Tamás mutat nekem, mint akit én ismertem, meg azok a munkák, akiket én ismertem tőle, hogy, hogy gondoltam, hogy muszáj megmutatni. például az az ötágú csillag ö, alaprajzú torony, vagy ahogy el, megpróbál eljátszani a, a, a timpanonnal, ide írja fölé, hogy ez a monumentálitás próbálja elképezni, hiszen szóval ezekből, ezekből nyilván csak vázlatok lettek. És akkor ez is egy olyan terv, amiről én korábban egyáltalán nem tudtam, kiskörösnek egy belvárosi területének a beépítése, ami már a mesteriskola alatt készült, és itt nagy Tamás rajk Lászlóval dolgozott együtt, akivel együtt voltak mesteriskolások, és ez egy kiemelt részlet az előző tervből. Most gondoljátok el megint csak, hogyha a 70-es évek végén, a 80-as évek elején egy ilyen típusú ház megvalósul Magyarországon, akkor szerintem ma egészen másképp gondolnánk vissza ennek a korszaknak az építészetére, mert ugye nekünk ilyen megvalósult házaink nincsenek egyáltalán, ismerjük ezeket Nyugat-Európából, meg az Egyesült Államokból, meg a világnak a boldogabb részeiről, de hát itt nincsenek. És akkor az előadás végére két szlájdot raktam be még egy, egy olyan tervről, amit nem tudtam még azonosítani. Ez megint csak egy komplex beépítés, van lakóutca, kereskedelmi központ, szolgáltatóház, és maga az egész kiépítés úgy van megtervezve, hogy felhasznál meglévő épületeket, itt baloldalt látszik, hogy egy ipari épületet átalakít, és jobboldalt pedig a nyolcas villamos látjuk. Na most a nyolcas villamosról azt tudom, tudni lehet, hogy 1980-ig járt Újpesten. Tehát jó esélye ez a terv akkoriban készült, valószínűleg Újpestre, de nem hiszem, hogy az Újpesti Művelődési Házhoz, ezt nem tudom, hogy ez még a jövő kérdése, mint ahogy az egész Nagy Tamás életmű feldolgozása, amiben ha bárki szeretne közreműködni, akkor lehet jönni a MMDK-ba. Köszönöm szépen a figyelmet!